tenni kiskorúsan terápia és ennek helyzetnek javításáért. Napjainkban előtérbe kerültek az energetikai kérdések, ez települési szinten is pont így van, és a megye polgármestereit hívtuk egy ilyen szakmai találkozóra, hogy megismertessük őket azokkal a lehetőségekkel, amik az energetika területén rendelkezésre állnak. Polgármester úr beszámolt arról, hogy Kiskunmarsán már jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy az energiafelhasználás és energiaszámlákat csökkentsék, mind a közvilágítás, mind pedig az intézményi energetika területén. Megismerhettük azt a finanszírozási lehetőséget, úgynevezett ESCO finanszírozási lehetőséget, amelyel befektetők tudják támogatni a települések energetikai megújítását, fejlesztését. A konferencia célja ez volt, hogy ezeket az információkat eljutassuk az érintettekhez. Fontos kérdés az úgynevezett energiaközösségek létrehozása. A kormány megtette a szükséges lépéseket már korábban Magyarországon, az uniós elvárásoknak megfelelően. Energiaközösségek létrehozásához szükséges törvényi hátteret megalkotta, a rendeleti fázisban vagyunk. Az energiaközösségek olyan helyi kis energiatermelő és szolgáltató egységek lesznek majd, amelyek kerítésen belül termelt energiát egymásnak szolgáltathatnak. Nagyon egyszerű példát szoktam erre mondani, egy óvoda és egy bölcsőde van egymás mellett, és napelem van az óvodán, akkor jelenleg nem adhatja át a bölcsődének a fölös termelt energiát, hanem fel kell táplálni a hálózatra. Az energiaközösség azt jelenti, hogy egymás közt is lehet majd az energiát szállítani, eladni és venni, nem csak a villamos energiát, hanem a hőenergiát is. Amint ez a szabályozás megjelenik, mindenképpen fog lépni Kiskunmarsa is ebbe az irányba. Milyen eredménnyel zárult ez a találkozó? Nagyon fontos híreket kaptunk. Előtt ezt a minisztérium kabineti főnökétől, kabinet vezetőjétől, 20 illéstől. Egyrészt energiaközösségekkel kapcsolatban, másrészt pedig azt, hogy milyen kormányzati elképzelések vannak a jövőre nézve. De megnéztük azt is, hogy az energiaközösségekkel kapcsolatban alulról milyen információk vannak. Egy előadás arról szólt, hogy milyen nehézségekkel küzdenek ezen a területen még az érintettek. Nagyon fontos volt, hogy a befektető is, aki megjelent Kiskunmarsán is energetikai terveket finanszírozni, ő is elmondta, hogy milyen konstrukciók állnak rendelkezésre. Tehát a szükséges információk, amit terveztünk, azok eljutottak a hallgatóság felé.